Köszöntöm Önöket! A Szubjektív mai vendége Kern Imre, az Építésügyi, Közlekedési és Infrastruktúra Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Köszöntöm a stúdióban! Köszöntöm Önt is és a nézőket is! A közlekedésről lesz szó ma elsősorban. Nemrégiben volt egy konferencia Mórahalmon, amelynek témája több határmenti közlekedési típust is érintett. Elhangzott a konferencián, hogy a közeljövőben, ami most egy 5 éves távlat, 2 új határátkelő nyílik Szerbia és Magyarország között. Hol lesz majd ez a kettő, és miért 5 év múlva? Tulajdonképpen a tervek szerint az első határát, vagy a következő határátjáró megnyitását 17 közepére tervezzük Hadikháza és Bárcsengyörgy között, vagy szerbül Rasztina nevű falunál és Bárcsengyörgy között. Utána következőt pedig Kübekháza Rábé körzetében tervezzük 2020 körül. Ez azért ilyen lassú ütemű a határátjárók megnyitása, mert tulajdonképpen pénzprobléma van. A mi kormányunk, mint ahogy ismeretes mindannyiunk számára, komoly megszorító intézkedéseket hozott az idejévi költségvetés, ami tulajdonképpen már a kormány el is fogadott, és a parlament elé utalt, még komolyabb megszorításokat lát elő, úgy munkaerőben, mint fizetésekben. A belügyminisztériumnak az a problémája, hogy csak erre a határszakaszra kb. 100 ember hiánnyal néz szembe, tehát 100 embert kellene felvenni, hogy ezeket a határátjárókat üzemeltetni lehessen, illetve meghosszabbítanánk esetleg a Királyhalmi, Szeged 2 és Bajmogi határátjárók működését. Maradjunk még itt a határszakaszon. A Horgos 2 határátkelő megnyílt az idei esztendőben, azonban a nyári szezon után a személygépkocsi forgalom elől le is zárták. Ennek most jelei vannak, hogy akár újra megnyithatják. Nem csak a nyári turista szezonban. Igen, ez nem a mi hatás, sajnos nem a mi minisztériumunk hatásköre, hanem a belügyminisztérium hatásköre. Tudomásom szerint a napokban megérkezik az a dokumentum a Magyar Belügyminisztériumba, amely lehetővé teszi azt, hogy január 1-től üzemeljen a határátjáró a személygépkocsi forgalom számára is. Az ünnepek előtt mindenféleképpen akár egy diplomáciai levélváltással megnyílhat majd a határátjáró, úgyhogy remélhetőleg az elkövetkező 10 napban személyautók is közlekedhetnek majd a Horgos 2 határátjárón. Az az alapvető probléma itt nem pénzkérdés, hanem 2012. januárban két ország megállapodott a határátjárási rendszerben, és ez a határátjárási rendszer sajnos nem látja elő a Horgos 2 határátjárón a személygépkocsi forgalmat, ezt kellene módosítani. A magyar kormány, illetve a Magyar Belügyminisztérium előterjesztett egy módosítási javaslatot, a szerb belügyminisztérium ezt elfogadhatónak tartja, és ez a folyamat van mostan a napokban befejező szakaszban. Mint ahogy mondtam, mindenféleképpen a tumultus csökkentése miatt, ami várható az ünnepek közelettével, az autópálya szakaszon, ezért megnyílik majd a személygépkocsik számára is a Horgos 2. Nagyon nagy a forgalom a Királyhalom, Ásotthalom határ átlépő helyen is. Ez már a harmadik helyre került fel a forgalmat tekintve. Várható, hogy itt is még karácsony előtt megnyílik a 24 órás átlépési lehetőség? Sajnos ez nem várható. Ezt nem tudom ígérni. Ismét mondom, hogy ez nem a minisztériumunk hatásköre. Mi csak közvetítünk, hogy így mondjam, a magyar kormány és a szerb kormány között, de ez a belügyminisztériumtól függ, nem várható, hogy állandósított üzemmódba hosszabb munkaidővel dolgozik majd a határátjáró Ásotthalom és Királyhalom között, viszont tervezzük, hogy ezt az egész, az előbb említett országok közötti megegyezést
határátjárási rendszer fölülvizsgálására szolgáló beadvány hamarosan napirendre kerül. Megalakult egy munkacsoport, és ez a munkacsoport tavasszal ülésezett, azóta nem volt ülésünk, de remélhetőleg, hogy az elkövetkező időszakban egy rövid határidő belül lehet, hogy még az idejében összeül megint a munkacsoport, és megpróbáljuk előmozdítani ezt a kérdést. Tehát itt nagyon fontos elmondani, hogy nem csak a Királyhalmi, illetve a Gyálai határátjáró, vagy pedig a Bajmoki határátjáróról van szó, hanem a vasúti közlekedéssel kapcsolatban is komoly változtatásokat kell eszközölni. Indul két nagy projektumunk, az egyik az a Baja-Szabadka-Szeged projektum, a másik pedig a Budapest-Belgrád gyorsvasút, mind a kettő igényli ennek a szerződésnek a módosítását. Visszatérve még egy kicsit a személyautó forgalomra, minek hatására döntöttek úgy, hogy változtatni kell a két határátkelőnek a nyitvatartási idején, illetve az átjárhatóságán? Esetleg meghallgattattak a forgalomban résztvevők kérései? Igen, hát ez természetesen nagyon fontos lenne, csak mondom, hogy különféle akadályok vannak. Először az adminisztratív akadály, tehát a szerződés felülvizsgálatát kell megoldani. Jövőre tavasz első napjaiban remélhetőleg sorra kerül a két ország gazdasági vegyes bizottságának a következő ülése. Én remélem, hogy két fontos dokumentum abban a pillanatban kész lesz az aláírásra. Az egyik a említett határátjárási rendszer fölülvizsgálatát szolgáló új szerződés, a másik pedig egy nagyon fontos szerződés, ami az idén ünnepelte a 60. évfordulóját, hiszen a tiszai hajózásról szóló szerződés még 1955-ben készült, most már a befejező szakaszban van az új szerződés, és hát tavasszal, mint ahogy mondtam, aláírásra kerülhet majd ez a szerződés is. Ez két nagyon fontos dokumentum, remélem, hogy elkészül arra pillanatra. Ha pedig előbb nem, akkor a július 1-én esedékes harmadik magyar-szerb kormány ülésnek a margóján tudnánk ezt a dolgot megvalósítani. És akkor most vasút, közvetlen összeköttetés már nincsen Szabadka és Szeged között, tehát a Röszke felé tartó, illetve az oda-vissza közlekedő vasúti forgalom az teljesen leállt, Horgosról sem lehet már átszállással Szegedig eljutni, viszont van itt egy új alternatíva, ez a Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal. Ennek most hogy állnak a tárgyalási fejezetei? Hát nagyon fontos elmondani, hogy sikerült végül is komoly harc után, vagy komoly intézkedések után kieszközölni, hogy a következő évi menetrend ugyanolyan legyen, mint az eddigi menetrend, tehát hogy ne kerüljön ki a Szabadka-Horgos-Szeged közti szerelvények, tehát a járatok ne kerüljenek ki a menetrendből, ugyanígy nem kerültek ki a menetrendből a Kikinda felé, illetve Zenta felé közlekedő vonatok sem. Az a probléma, hogy ezek a úrti sinóbuszok, ahogy mi hívjuk köznyelven, ezek teljesen kiöregedtek, lehetetlen megjavítani őket. Napi rendszerességgel romlanak el, nincs értelme ezt tovább forszírozni, mert az utazó közönség sajnos azt is figyelembe veszi, hogy nem szívesen választja vasutat, hogyha tudja, hogy kimegy a szabadkai vagy az entai, kikindai vasútállomás, akkor azt mondják, hogy ez a vonat nem indul, ez így nem működhet. Viszont azt el tudom mondani, hogy decemberben érkeznek az első vonatok Oroszországból, ezek modern dízel meghajtású vonatok, és ha sikerül megegyeznünk a hat önkormányzattal, tehát az érintett hat önkormányzattal, Szabadkával, Kanizsával, Zentával, Törökbecsével, Csókával és Kikindával, hogy valamilyen úton, módon próbálják meg ezt a vasúti közlekedést költségvetési eszközökből segíteni. Abban az esetben az első szerelvények ezekre a szakaszokra érkeznének.
Másik probléma az, hogy az orosz szerelvények sajnos nincsenek bevizsgálva Magyarországon, különféle problémák miatt. Mind a két félnek megvan, tehát a magyar és a szerb félnek is megvan a saját véleménye, hogy miért történik ez, és miért halasztódik ez már 3 éve. Én azt hiszem, hogy az igazság mindig a kettő között van, valahol félúton. Én azt hiszem, hogy a szerb fél nem volt eléggé agilis, amikor ezt a bevizsgálást le kellett folytatni. Magyar fél meg lehet, hogy lehetetlen követelményeket is támasztott a szerb vasutak felé. Anekdóta szerint szerűség az, hogy miért nincsen megfelelő Európai Uniós tanúsítványa annak a rezsónak, amin a mozdonyvezető a kabinba kávét főzhet magának, vagy teát. Most ezek eléggé, hogy úgy mondjam, anekdóta szintű dolgok. Én nem hiszem, hogy ilyennek kellene foglalkozni a bevizsgálás során, hanem inkább az, hogy biztonságos legyen a rendszer, megfelelő legyen a magyar előírásoknak, Európai Uniós előírásoknak, és akkor működni fog ez a dolog. Hát majd az idén már ebben nem tudunk, ezt az idén már nem tudjuk tovább folytatni, de jövőre ezt mindenféleképpen, amikor megjönnek az új szerelvények, lefolytatjuk. Újak lesznek a szerelvények, de a vasúti sínek állapota az milyen? Igen, a vasúti sínek állapota sajnos nagyon rosszak, mindenfelé, gyakorlatilag a fővonalakon is, hát még ezeken a szárnyvonalakon, mellékvonalakon. Az, ami biztos, hogy a hétfőn elfogadta a szerbiai felülvizsgálati bizottság, az úgynevezett revíziós bizottság a Szeged-Szabadkai vasútvonal tervét, ami gyakorlatilag zöld utat ad a terv megvalósítása felé. Másik dolog az, hogy a IPA következő magyar-szerb határmenti IPA ciklusba belekerül majd, mint stratégiai terv a Szabadka-Baja tervdokumentációnak a kidolgozása. Ezt megegyezett a két ország, úgyhogy amikor januárban ki lesz írva a pályázat, ez elsőbséget fog élvezni. Pénzt kell szerezni erre. Sajnos az a probléma, hogy az Európai Unió Szerbiának a fő közlekedési folyosók számára nem tud biztosítani eszközöket, mert igaz, hogy például a Szabadka-Horgos határ, illetve az országhatár és Szeged közti szakasz az európai folyosó rendszerbe tartozik, viszont a mi szakaszunk, illetve az összes szerbiai vasúti szakasz nem tartozik ebbe a folyosó rendszerbe, addig, míg nem leszünk uniós tagok. Amikor uniós tagok leszünk, automatikusan ezek a vonalak bekerülnek, tehát Szabadkától az országhatárig Horgoson keresztül. Viszont azt még el kell írni, hogy az elkövetkező időszakban megindítsuk azt a folyamatot, hogy a Szabadka-Baja közti szakasz is az európai folyosórendszer része legyen. Itt egy újabb nagyvasúti beruházásról is esett szó nem régiben, a Budapest-Belgrád, itt volt egy Kína csúcs is nem olyan régen. Igen. Ezek a folyamatok most hol tartanak, és mikor lehet számolni bármilyen elkezdődő munkafolyamattal már? Mi azt mondjuk, hogy a munkafolyamat elkezdődött, hiszen a tervezési szakasz az elindult. A két ország aláírt egy előszerződést, vagy általános szerződést, amely meghatározza a következő lépéseket. Meghatározza azt, hogy a következő év közepéig el kell, hogy készüljön az a tervdokumentáció, ami alapján le lehet szerződni a konkrét munkálatot. Mi elvetettük azt a kínai kérelmet, hogy kulcsra kész rendszerbe vitelezzék ki a kínaiak a vasút építését. Abból kifolyólag, hogy több ok volt, de hagy említsek csak egyet. Ebben az esetben gyakorlatilag nekünk nem lett volna beleszólásunk még az ellenőrzésben sem, hiszen ez a rendszer úgy néz ki, hogy meghatározzuk, hogy mit kérünk, a kivitelező elvégzi a munkát,
és amikor kész a munka, megfelelő tanúsítmányok mellett átadja a beruházónak. Gyakorlatilag semmibe se lett volna beleszólásunk. Mi úgy gondoltuk, hogy... szerbiai munkáról is részt vehet az igen, építésben. Persze. Hát az is egy érdekesség ennek a szerződésnek, ami most lett aláírva ezen a héten, vagy múlt héten. Gyakorlatilag előlátja, hogy 46%-ban nem kínai vállalkozók vitelezik ki a munkát. Nagy részben ez szerbiai lesz, de az Európai Uniós rendszer miatt meg kellett hagyni a kaput, hogy Európai Uniós tagországok is részt vehessenek ebben a beruházásban. Ez egy kötelezettség a csatlakozási folyamat elvárása tulajdonképpen ez a követelmény. Azt is elmondhatom, hogy a kínai fél 20%-kal indult, úgyhogy ez mégiscsak 46%. Azért ez pozitív. Pozitív ez nagyon, és pozitív az is, hogy nem kellett leszerződni a munkát ebben a pillanatban. Olyan hiányos paraméterekkel, ami gyakorlatilag semmilyen biztonságot nem nyújtott volna számunkra, hogy ezt az áron, amin leszerződtük, ezt a munkát meg is lehet valósítani. Amikor júliusban kész lesz a tervdokumentáció, az már tartalmazza pontosan, hogy hol lesz a vágány, milyen konstrukció, milyen hidakat kell kiépíteni, milyen vasútállomásokat kell kiépíteni, hiszen a vasútállomások is komoly átalakuláson mennek át. Mondjuk rá Szabadkán például teljesen új lesz az utas közlekedési rendszer, nem úgy a sineken köröztül, hanem aluljárókkal, és így tovább. Tehát azért nem akarok most ebbe belemenni, de ez is egy nagyon érdekes téma, hiszen megoldanánk a hidak kérdését is, és így tovább. Tehát a Majse híd is megoldódna, vagy a Pionírnál az a híd, ami egy borzasztó szűk garat a városnak. Tehát ezek a kérdések is megoldódnának az új vasútépítéssel. Hát ha már ilyen értelmetlen építmények mellett is építményekről van szó, akkor nagyon sokakban felmerül a királyhalmi fizetőkapu az autópályán. Új fizetetési rendszer van november közepétől, de a jövő év folyamán ezt kiterjesztik erre a horgosi szakaszra is. Itt viszont még nincsen fizetőkapu, illetve amit elkezdtek, azt áthelyezik. Ezzel mi fog történni? Tehát sikerült kiharcolnunk, hogy a fizetőkapu az Y-ágazás utáni közvetlen parcellán legyen, tehát gyakorlatilag a Békovai csomópontnál, ne pedig Királyhalmán. Ezzel azt tudtuk elérni, hogy gyakorlatilag a tranzitforgalom, ami Szabadkán keresztül bonyolódik, nem a városon, illetve a falvainkon keresztül bonyolódik majd le, hanem az Y-ágazáson, ami egyszer majd elkészül, és az autópályán fog lebonyolódni. Ezt azzal tudtuk elérni, hogy módosítottuk a területrendezési tervet, ez szeptemberben megtörtént. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a Vojput, aki ennek a bontási és úthelyreállítási munkálatoknak a kivitelezője, megkérte a megfelelő ideglenes közlekedés módosítási feltételeket. Amikor ez megérkezik a mi minisztériumokból egy-két napon belül, elkezdődnek a munkálatok, és december 27-ére van a határidő, hogy befejeződjön a bontási munkálat. Nem veszik kárba az egész plató, ami ottan kiépült, ott egy pihenőhely lesz majd. Olcsóbbá vált az autópályán való közlekedés, de milyen árakra számíthatunk itt az északi régióban? Hát az, ami nagyon fontos, hogy ez az új rendszer, ez azt teszi lehetővé, hogy mindenki a megtett kilométer alapján fizeti az úthasználati díjat. Eddig ez általában történt, tehát hogyha valaki Verbásznál vagy Szőregnél lépett az autópályára, ugyanannyit fizetett, mint hogyha a határtól közlekedett volna Újvidékig. Gyakorlatilag ez most megváltozott részben,
és a most jelen pillanatban sokkal olcsóbb Belgrádig az autópályadíj, de ez kiegyenlítődik valamilyen formában a régi árral, kicsit, azt hiszem, hogy egy 5-10%-kal olcsóbb lesz az árjegyzék szerint. Ez még nem hivatalos, úgyhogy erről most nehéz beszélni, nem hivatalos árjegyzék, pár százalékkal olcsóbb lesz, mint ami eddig volt. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és reméljük minél hamarabb, minél inkább fejlődik a térségünk közlekedése. Önöknek köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!